Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. A kép a képben való effektust fogom bemutatni. Ez egy nagyon érdekes és nagyon hasznos megoldás. Miért? Mert a legtöbb videóvágóban hasonlóképpen működik, össze lehet dobni egy ilyen kis effektust, mondjuk 5 perc alatt egy kis gyakorlással, de utána többször fel tudjuk használni. Mi a lényeg számunkra? Bármelyik videóvágó programban működik, csak esetlegesen máshol lesz az a funkció, amit én bemutatok, de mindenhol hasonlóképpen meg tudjuk oldani. Egy összetett mozgású kép a képben megoldást készítünk el, ahogy itt a mellékelt videón látjátok, nyilvánvalóan az NCIS sorozat fő bevezető képernyőjét fogjuk újra megalkotni, más videókkal természetesen. Én azért szeretek különböző videókat, filmeket, egyebeket megnézni, nem csak azért, mert jó történetek vannak, hanem azért is, mert sok olyasmit össze lehet szedni, ami így megindítja a gondolatainkat. Ez az effektus, gyakorlatilag amit itt láttok, ha elkészített hozzá a sablont, akkor a videót alatta tudod cserélgetni, azaz egyszer elkészül a sablon, és nem rendereled le azt a sablont, és nem törlöd le, hanem elmented, akkor csak a videócsikokat, a videósávokat kell változtatni rajta, és utána már szépen pár perc alatt el tudod készíteni ezeket a dolgokat. Összetett a gondolat, de gyorsan elkészíthető. A lépések minden videószerkesztőben hasonlóak, csak az elnevezés és a megoldások mások. Azért hangsúlyozom ki, mert sokszor ér az a kritika, hogy ABC programot bemutatok, vagy videóvágót, audiovágót bemutatok, és ilyen-olyan trükköket mutogatok, de te másikat használsz. Hát nyilvánvalóan ugyanazokat a lépéseket meg tudod tenni a te kedvenc videószerkesztődbe, audiószerkesztődbe, vagy akármibe. Miért? Mert a legtöbb ugyanazt tudja, csak itt-ott eltér, máshol találod meg a funkciókat. Sablonként lehet használni, nyilvánvalóan, hogyha ezt a projektet lemented, akkor a következő alkalommal csak a projektet megnyitod, videósávokat kicsereberéled, és utána a következő, harmadik, negyedik, ötödik videódnak az elejét, végét, egyebet fel tudod dobni. Mit látunk? Mindig elemezni kell az, hogy mit látunk, úgy tudjuk megalkodni. Két fázisban történik a mozgás, előbb három nagy kép, majd két kicsi kép beúszik, az egyik lesz a folytatás, tehát nyilván beúszik egy pár kép, nem muszáj ennyit beúsztatnod, lehet többet, kevesebbet, amennyit tetszik, és az egyik kinagyítódik, az lesz a folytatása a főcímnek, és így bizony folytatódhat a történet. A tervezés nagyon fontos, hogyha nem arról beszélünk, hogy egy effektust felteszel, és kalapkabát ennyi, hanem már több összetettebb mozgást is szeretnél megjelenítetni, videókat ide-oda tologatni az ábrázolásba, akkor valamilyen tervet érdemes készíteni. Egyébként is videóvágást azért jó lenne, hogyha az ember úgy nagyjából megtervezne, hogy mi jön, milyen effekt jön, mit szeretnék csinálni, mit szeretnék bemutatni, azt milyen módon. Oké, tervezzük is meg a dolgot. Minden kis videó kap egy keretet. Én ezt külön fogom megcsinálni, úgy, hogy van egy téglalap, arra rá fogom húzni a háttérre, a keretre. Ráhúzom a videót, egy picit összenyomom, és le fogom renderelni a videót, azaz minden kis videót, amit én felrakok a fő bemutató részbe, annak meg lesz a kis kerete. Miért egyszerűbb így? Természetesen meg lehetne csinálni, hogy minden videósáv mögé egy újabb videósáv használatával betesszük a háttérhez, a kerethez alkalmazott téglalapunkat, és a kettőt, a videót, meg a háttéret együtt mozgatjuk majd rá a fő videónkra, ahova kell. Ezzel egyetlen egy probléma van. Ezt bepozícionálni nem kényelmes. Az, hogy együtt mozogjanak, szinkronban mozogjanak, a háttér meg a picike kis videónk, az nem biztos, hogy olyan kényelmes dolog. Meg lehet csinálni, én nem szeretem. Én szeretem, hogyha megvan a mozgatandó, a beúsztatandó videóban már külön a keret, és akkor biztos, hogy szimmetrikus. Nyilván, hogyha beúsztatod a kettőt együtt, a hátteret és a videót, akkor tudod egyszerre mozgatni értelemszerűen, hiszen mi 5 videót, illetve 3-at, utána meg 2-t fogunk rámozgatni a képre, de gyakorlatilag az, hogy szinkronban mozogjon, azért az elég macerás munka, ha egy picit eltolódik, tehát nem középen lesz, a keret közepén lesz a bemutatandó videó,
akkor azt mindenki kiszúrja, és elég csúnyácska. A pozícionálás itt fontos, a keret közepén vannak a kis videók, ez nagyon fontos. A keret most egyszínű, de lehet bármilyen díszítéssel is, a keret gyakorlatilag egy téglalap, amit elkészít az ember egy akármilyen szerkesztő programba, rajzprogramba, én az Inkscape-et szoktam rá használni, ugyanakkor a téglalapot rajzolok, mint amennyi a videónk, és azt beszínezzem valamilyen színre, de hogyha valakinek vannak olyan gondolatai, hogy kis ábrácskákat, feliratocskákat, vagy akármikkel szeretné ezt a keretet díszíteni, simán meg tudja csinálni, átmenetekkel is fel lehet dobni, én az egyszerű, egyszínűt fogom bemutatni, nyilván a keretnek az elkészítése egy minimális Inkscape, vagy GIMP, vagy akármilyen rajzprogram használatot igényel, de körülbelül fél óra alatt rájön az ember, hogyan tudok átmenetet csinálni, hogy a keret egy kicsit másabb legyen, mint ami az egyszínű. Majd az alapra ráúsztatjuk két lépésbe a képeket, először a három nagyot, majd a két kicsi, oldalra kiugrik a középső kép alól, és utána az egyiket random kijelölöm, amivel folytatódni fog a videó, azt pedig ki fogjuk nagyítani. Már mindenki sejti, sima usztatás, mozgatás, illetve nagyítás, kicsinyítés lesz ezen feladatnak a lényege. Van egy tippem, ami szerintem nem igazán olyan nagy tipp, de ha kötött a kis videók helye és a mérete, mondjuk mind itt egy főcímnél, akkor rajzprogrammal készítsél egy sablont, és az legyen a háttér videó, tehát a fő videó helyén, odáig, amíg ezeket be nem pozícionálod, majd utána kitörlöd a kis sablon képet, és utána beteszed alá a videót, így sokkal könnyebb lesz a pozícionálás, én meg fogom mutatni, szerintem mindenki hamar rá fog érezni, hogy bár ez egy attraktív bemutató, attraktív 3-4-5 másodperc, amivel lehet, hogy az első időben egy kicsit dolgozni kell, de a második-harmadiknál az ilyen, és valóban jól kinéző effektus elkészítése villámgyors lesz. Na hát nézzük is meg, hogyan készülnek ezek a dolgok. Az első lépés nekem, mivel ugye én szeretem rendbe tartani a videóimat, illetve elég sok videót vágok ahhoz, hogy össze-vissza gubacba tartott videók csak gondot okozzanak, bemásolom az összes videót, ami az adott projekthez kell egy könyvtárba, illetve elkészítjük természetesen azokat a minikek kis videókat, amelyeket szeretnénk rárakosgatni az alapra. Ehhez természetesen először a kereteket fogjuk elkészíteni. A keret miből áll? A keret áll egy háttérből, ami a legalsó rétegben van, illetve áll a videóból. Ennyi az egész. Azaz nem kell ezzel nagyon sok gondot csinálni, nem kell agyon gondolni, hogy hogyan keretezzük, hogyan mozgatjuk, hogyan csináljuk. Egyszerűen teszünk rá keretet, azaz kettő darab videósáv kell, audiósáv nem kell. Azt kell tudni, hogy alulról felfele mennek a videósávok, az kerül legalulra a rétegbe, ami legalul van, és a fölé rakott videó, vagy kép, vagy egyéb, az el fogja takarni az alsót. Első lépésben berakjuk a hátteret, és ezen húzunk egy kicsit, mert hosszabb lesz a videó, amit mi fölé fogunk rakni, és megfogom a videót, és fölé teszem, kiigazítjuk a végére, és ide megyünk a legvégére, ide megyünk, és csinálunk egy vágást, X, és kijelölöm, és kitörlöm, ennyi, azért törlöm ki, ne lógjon ki. Tehát, hogyha keretes videó van, a végén ne legyen olyan, ami nem keretes, illetve a végén ne legyen olyan, amin nincs videó. Természetesen látjuk, keret nélkül van a videónk, hogyan adunk hozzá keretet, a felső, azaz a videó réteget egy picit összenyomjuk. Videóvágó programonként ez eltér, értelemszerűen nem egyformára készítik el, megkeresett, hol lehet a képet, a videót méretezni. A színeleránál a betekintő, a nézeti videó részben, ebben az ablakban lehet, rákattintunk erre, nem itt csináljuk. Ez így első körben jó, és meg lehet csinálni, de mi nem így fogjuk megcsinálni, azaz előtte valami más csinálunk. Az a lényeg, hogyha te több sávot használsz, akkor mindig csak az az 1, 2, 3 vagy akármennyi sáv legyen aktív, azaz szerkeszthető, amivel dolgozol. Az alsó réteggel, a háttérrel, ezzel a kék háttérrel nem fogunk dolgozni, ahhoz nem szeretnénk hozzányúlni. Miért? Mert előfordulhat az, hogy te szerkesztesz valamit,
Oké, ez pár másodperc, két réteg, de hogyha több réteg van, neki kell szerkeszteni, szerkeszted, állogatsz valamit, és hatással lehet olyan rétegre, olyan videóra, amit te nem szeretnél. Azaz, mindig csak azzal dolgozzunk, az legyen aktív, ami fontos nekünk. Azaz, deaktiváljuk, hozzáférhetetlenné tesszük az alsó réteget ezzel a kis gombbal. Azaz, ezt nem tudom szerkeszteni. Miért? Már nem kell szerkeszteni. Nyilvánvalóan utána folytatjuk a szerkesztést, a felső réteg a kettes videósával az aktív, és egy picit összenyomjuk. Egy picit összenyomjuk, és össze is nyomódik. Nézzük is meg, hogyan működik ez a cinelerába. Így tudod mozgatni a nagyítást, a le-föl, illetve a jobbra-balra mozgatást is meg tudod tenni. Az nagyon kényelmes, hogy ezzel a gombbal, persze a legtöbb egyéb ilyen rendszerben hasonlóképpen vissza tudod tenni nullára, tehát úgy értem, hogy alapértelmezett értékre, 100%-os nagyításra, ahogy akarod, azaz megcsináljuk, össze van nyomva, oké, okay. Így volt eredetileg is, csak bemutattam, hogy ezek a csúszkák erre valóak, és egy picit lejjebb veszük. Oké, okay, ezt az ablakot bezárjuk, deaktiváljuk ezeket az eszközöket, és látható, hogy ott van a keretünk. Megvan a keretünk, ennek nagyon örülünk, mert ez volt a cél. Na hát, ezek után nincs más teendő, ezeket a minike kis videókat, egyet mutattam be, de azt hiszem 5-öt vagy 6-ot fogok készíteni, ezeket lerendereljük, elkészítjük, lerendereljük, és valami normális nevet adjál nekik. Na hát itt egy picit megszakítom a videót, elkészítem az összes pici mozgatandó videónak a részét. Még egy gondolat, hogyha a videód 60 perces, és 20 másodperc is, 10 másodperc, 5 másodperces ilyen kis videókat akarsz csinálni, nem kell az egész mögébe tenni egy keretet, hanem csak arra 10-20 másodpercre, amire neked szükséged van. A következő lépés hasonló, mint az eddigi, gyakorlatilag ugyanazt fogjuk csinálni, mint a kis keret készítésénél. Bepozícionáljuk, beméretezzük a videókat egy megfelelő sablon segítségével. Először is a sablont fogom feltenni ide a második sávhoz, és egy kicsit megnyújtom, ez egy kép. Gyakorlatilag a legkényelmesebb akkor a szerkesztés, hogyha van egy képed, és ahhoz a képeket, a videókat kényelmesen tudod méretezni. Alább az a videó, ami a háttér lesz, ez az én egyéni elgondolásom, hogy ilyen sorrendbe kerüljenek fel. Gyakorlatilag az a célom, hogy a minta szerint ide rakosgatom, ide húzkodom majd rá azokat a videókat, amiket be fogok húztatni, illetve amikor végzünk, a sablont kitörlöm, és akkor előkerül a háttér. Ez egy kis praktikus dolog, de igazából úgy csinálod, hogy akarod, felrakhatod a képet, tehát a mintát, a sablont, ami szerint el szeretnéd rendezni, használsz ilyet, és utána kitörlöd és beteszed a hátteret, ugyanazt az eredményt fogod elérni. Nekem így kényelmes, hiszen hogyha akarom, akkor a képet eltüntetem, tehát deaktiválom, nem láthatóvá teszem, és akkor a háttér elő fog ugarni. De hát ez igazából egyéni preferencia, hogy mit használ az ember. A következő lépések ugyanazok, mint idáig. Feteszünk egy darab videót, láthatóan felraktam a videót, hát nyilván, mivel feljebb került, akkor logikusan eltakarja az előzőeket. A következő lépés az, persze itt is más sorrendben lehet menni, hogy ezt a képet be fogom illeszteni oda, ahova kell, tehát beméretezem. Hol jelenjen meg az adott videó ilyen minimális mérettel, tehát az a picike kis mérettel? Én úgy gondolom, hogy valahol itt, ebbe a szakaszba. Ide beteszek egy jelölőt, biztos, ami biztos, kényelmi okok miatt szeretem megjelölgetni a dolgokat, hogy minden videónál tudjam, hogy oda kerül az az effektus, amire nekem szükségem van. Már sejthetitek, fordítva fogjuk csinálni, azaz először megjelöljük, beméretezzük, berakjuk oda a videót, ahova kell, és az előző helyre, jelen pillanatban az effekt elejére oda fogok léptetni, és ott fogom kimozgatni a videót a képmezőből, és nyilván, hogyha az elején ki van mozgatva, az adott jelzésnél pedig már a helyén van, akkor logikusan ez a folyamat le fog játszódni, így kényelmesebben el tudjuk készíteni a méretezést és egyebeket. Oké, okay, a méretezés nagyon egyszerű. Első lépésként minden olyan sávot, amit nem használunk, azt deaktiválni fogjuk. Persze
minden rendszerbe, minden vágóeszköznél másképp fog ez működni, de én úgy gondolom, hogy egy mozdulat, két mozdulat megér annyit, hogy nehogy véletlenül rossz sávon történjen meg az effekt elkészítése, rossz dolgot méretezzek, vagy éppen háttérbe láthatatlan videóra is rákerüljön az az 1-2-3 effekt, amit mi használni fogunk. Miért? Mert természetesen utána a hibajavítás hosszabb idő. Tehát deaktiválom azokat a sávokat, amire nincs szükség. A színeleránál nagyon egyszerű shift, és rákattintunk arra az egy darab sávra, amit használni akarunk, a többi deaktív lesz. Ez azért fontos, mert nekem az effekt elkészítése ezen, pontosan ezen az egy sávon, ezen az egy videón, ezen az egy klippen történik meg. Látható, a klippet össze fogjuk nyomni, hát első körben összenyomjuk, nyilván összenyomjuk, körülbelül akkora méretre, amekkora a kép, ezt a klippet ide szeretném tenni, oda mozgathatnám ezekkel a vonalakkal is, oda mozgathatnám ezekkel is, természetesen, ahogy gondolod, de itt van lehetőség a megfogására. Beillesztem nagyjából középre, hogy a nagyítás, mivel kisebb a kép, mint ami kell, egy kicsit nyomkodom, egy picit igazgatom, nyilvánvalóan be kell igazítani oda nagyjából, ahol szeretnénk. Az, hogy van háttérben egy olyan sablon, amit használni szeretnék, az teljesen mindegy, illetve kényelmi okok miatt, hogyha egyformának kell lenni, akkor én inkább használok sablont. Oké, ezeket becsukogatom, egy és be van csukva, deaktiválom ezt a lehetőséget, ezzel letiltom, hogy el tudjam mozgatni egérrel, te saját magad eldöntöd, hogy használni szeretnéd, vagy nem, persze, hogyha van rendszeredben ilyen lehetőség, akkor letiltom ezt a sávot, mármint úgy letiltom, hogy deaktívvá teszem, és utána a következő videót is ráhúzom, a következő videó ez lesz, ráhúzom, teljesen mindegy egyébként, hogy a videó micsoda, nekünk az a lényeg, hogy a technikát megismerjük, megint rányomok erre a gombra, megint egy picit összenyomom, hogy talán nagyjából méretbe megfeleljen annak, ami nekem kell. Talán ez így jó lesz. Ezt odébb teszem. Kényelmes dolog ez a lebegős ablakos megoldások, mert ide-oda tologatni tudjuk a dolgokat, beigazítjuk. Nincs semmi egyéb dolgunk, becsukjuk az ablakot, deaktiváljuk a lehetőséget, nehogy egérrel odébb tudjak piszkálni valamit. Sáv deaktív, kikapcsolom a sávot, lehet látni, hogy megpirosodott, és utána a következő sávra fel fogom tenni, akármelyik teljesen mindegy, elő is ugrik, mi a lehetőség, rábökök, összenyomom a másik irányba, ennél egy kicsit kisebbnek kéne lenni, kisebbnek, oké, és bemozgatom ide, nyilván még egy picit kisebbre vesszük, hogy nagyjából olyan legyen, mint ahogy mi elképzeltük, még kisebb, és beigazítjuk, megint becsukjuk, nyilvánvalóan deaktiváljuk, megnézzük, hogy nagyjából megfelele természetesen. Logikus feltételezés az, hogyha van lehetőség ennek az ablaknak egy teljes képernyő méretre való felnagyítására, illetve természetesen a képmező nagyítására, akkor nagyítunk és ott finoman beilleszgetjük a helyére a klipeket, de én azt mondom, hogy jelenleg ez éppen elegendő, elfogadjuk, na hát ezt is deaktiváljuk, és utána milyen lehetőségünk van. A következő gondolat az, hogy a kis videó, ez a kis videó, ami ebből az irányból beúszik, akkor, amikor a három darab nagy videó helyére kerül, ez éppen ezen videó alatt lesz, és utána majd a következő ciklusba, amikor ez beúszik, illetve ez a kép ide kerül, akkor ez ide fog kerülni. Azaz ezt a videót is be fogjuk helyezni, azaz ezt a videóképet is be fogjuk helyezni, még egy sáv kell nekem, és ráteszem a következő videót, ami legyen teljesen mindegy egyébként, csak az a lényeg, hogy más, mint amit idáig felrakosgattunk, na hát láthatóan ő éppen nagyobb, mint amilyen kell, logikusan megint összenyomjuk, és ebben a pillanatban, ami itt van, ebben a pillanatban mögötte kellene lenni, de a mérete ekkora legyen, itt egy picit még összenyomjuk, és nagyjából ekkora. Ebben a pillanatban, tehát itt, amikor ezek helyre kerülnek, ez mögötte lesz.
Oké, most azt hiszem mindenkinek feltűnt, hogy ez nem mögötte van. Tehát láthatóan nem mögötte van, mármint a kis képnek, a nagyobb videónak, hanem előtte van. Itt mi a megoldás? Első körben ezt kikapcsoljuk. Mindig figyeljünk arra, hogy mi hol van, és mindig figyeljünk arra, hogy bizony minden ki legyen kapcsolva, ami felesleges, amit el tudsz tolni, odébb piszkálni, odébb mozgatni, akkor nem lesz semmi probléma. A mögötte lévő videó ez, igaz? És ez a videót fel kéne cserélni. Hát logikus feltételezés, hogy az, hogyha ezt lejjebb visszük, akkor esetleg mögé kerül. Hát lejjebb mozgatjuk, lejjebb mozdult, és megint lejjebb mozdult, na hát eltakarta azt, amit kell. A következő feladat az, hogy a bemozgatást megcsináljuk. A bemozgatás miről szól? Arról, hogy a nulla az effekt kezdeti pontján elindítjuk valahonnét befele a videókat, és utána ide, ebben a keyframe, ebbe a pontszerűségbe, ebbe a pillanatképbe ide fognak beérkezni. Feltételezem, senkinek nem okoz gondot ennek a kitalálása, első körben oda megyünk, ahova kell. Itt nagyon egyszerűen vagyunk, miért mondom, hogy nagyon egyszerűen vagyunk ebben a pillanatban, mert nulla ponthoz kell oda menni, egyébként oda léptetjük a vágóért, ahova kell, és akkor eljutunk oda abba a pillanatba, abba a helyzetbe, amit szeretnénk szerkeszteni, jelen pillanatban ezt a helyzetet szeretném szerkeszteni. A szerkesztésnél én most mindegyik sávot aktívvá tettem, illetve a kettő alsót az deaktívvá, hogy nehogy el tudjam piszkálni, nem szoktam ilyet elkövetni, de bent van a pakliban, azaz ez felülről fog beúszni, így bizony fölfele kell mozgatni, gyakorlatilag fölfele mozgatás, ez történik, kihúztam teljesen a szélére, atyaég, most ez problémássá vált, kihúztam a szélére és nem tudom tovább húzni. Nem jelent ez gondot, itt megadjuk a tollig határt, ebben a szakaszban meg tudod adni a tollig határt, hogy milyen távolságban legyen ezen csúszkának a minimális, maximális értéke. Itt 2160 pixel az a méret, hát én ezt felveszem, lehet látni, hogy a csúszka odébb ugrott, mert a range-be, a távolság, tollig távolságba ez a határ, ez a helyzet, ez egy kicsit odébb léptetett, közelebb került a nulla ponthoz, és akkor egy kicsit húzunk rajta, húzunk, és eljutottunk ide. Oké, akkor mivel ez kész van, abban a pillanatban lezárom, tehát nehogy véletlenül itt nagy lelkesedéssel mozgatom a dolgokat, és odébb mozduljon. Logikus feltételezés, megint előhívjuk ezt a mozgatóeszközt, ezt az effektelési lehetőséget. Látható, okosan megjegyezte a módosításunkat, de hát igazából itt nincs arra szükség, abba az irányba mozgatjuk, amibe kell. Megint eljutottunk a végpontig, nyilvánvalóan az alsó eltolási lehetőséget is feljebb veszem, hát itt ezressel emeltem meg, a csúszka megint beugrott egy picit, én egy kicsit mozgatom, szuper, igaz? Szuper, elkerültünk oda, ahova kell, igen, eljutottunk ide, ebben a pillanatban innétől oda fogjuk mozgatni, következő, lezárjuk, mindig elsődleges legyen az lezárás, a következő, amit mozgatni fogunk, a hatos, ez a picike melyik irányból úszott be? Természetesen ez a picikének itt van a helye, a másik irányból úszott be. Mit lehet tenni? Én elmozgatom oda, abba az irányba, amibe kell. Nyilván az előbb ezt mozgattuk, elkezdem mozgatni, nyilvánvalóan most a másik csúszkát próbálom megfogni, és elindul egyik irányba, megy, és kikerült a képből, számomra megfelelő helyzetben van. A következő lépés, ezt lezároljuk, ez nálam olyan megszokott dolog, megkeressük a következőt, hát őt, ő fentről fog bemenni, aktiválom a lehetőséget, elindítom a szerkesztést, logikusan ezt felfele fogjuk tolni. Úgy emlékszem, onnan duszik be, szépen elhúzzuk oda, ahova kell. Nézzük meg, mit készítettünk, gyakorlatilag lezárom az összes csatornát, biztos, ami biztos, összes sávot így pontosabb, ne úgy véletlenül, ahogy az egeret mozgatom, odébb tegyek valamit, és elindulunk lefele, beúsznak, megfelelő sorrendbe úszik be, hát természetesen ennyi az első lépés, a következő lépés annyi,
hogy be kell helyezni ezt, ami mögötte van, ide, igen, ebbe a pontba fog odaérkezni, illetve be fog érkezni ez a kis videó ide. Hát ez viszonylag egyszerű, első körben teszünk ide egy jelölőt, biztos, ami biztos, illetve, hogyha úgy rakosgatod össze a rendszeredet, és neked kényelmesebb, egy vágást is megejthetünk itt, levágom ezt az összes sávot egy helyre, így esetleg könnyebb és praktikusabb az igazítás. Első kérdés, hogy a mögötte lévő kis videó az ide kerüljön, ebbe a pontba, ide mozgatjuk, megkeressük azt a videót, ez nem az, a mikroszkópos itt van, a mikroszkópos itt van, hát nyilvánvalóan ő lesz. Ezt aktivizáljuk, illetve a többit deaktivizáljuk. A jobb láthatóság miatt ezt a mikroszkóposat láthatatlanná teszem, és egyszerűen átmozgatom a helyére, és ott is van. Oké, nézzük is meg, hogy ez működik-e rendesen, elindítom az effektust. Itt ne lepődjetek meg, hogy nincs ki van kapcsolva az a kép. Helyre megy? Igen, helyre megy. A következő lépés is hasonlóan egyszerű. Először is a következő lépés nagyon egyszerű. Visszaállítottam azokat a nézeti képeket, amit kell, tehát mindent lássunk, ez azért fontos. Aktivizáltam egy videósávot, ráhúzom ezt a képet, és ide ráhúztam a videót. Ahogy látni, szintén nagy a kép, nyilván össze fogjuk nyomni, gyakorlatilag a megszokott lehetőségek mellett fogunk dolgozni, összehúzzuk a méretét egy nagyjából megfelelőre, és nagyjából oda tesszük, ahova kell. Megint lehet látni, hogy ütközésig kitoltuk a dolgokat, hát egy kicsit változtatunk az értékeken, ez bent van a pakliban, tehát erre mindenképp figyeljetek, hogy ilyen beállításokat lehet, hogy menet közben meg kell tenni, nyilván egy picit nagy, össze és a helyére, és egy picit lejjebb, hát lejjebb sem megy. Itt ezt az értéket megváltoztatjuk, és akkor már tudjuk mozgatni oda, ahova kell. Ezt becsukjuk, ezt deaktiváljuk, ezt a sávot deaktiváljuk, és előre megyünk, megnézzük, hogy az egész működik-e, mindennek a láthatósága be van kapcsolva. Jönnek a képek, és szépen beúszik minden a helyére. Én úgy gondolom, hogy ez a beúsztatás számomra így jó. Oké, eljutottunk odáig, ami eléggé kényelmetlen helyzetet hozott számunkra. Mi? Az, hogy egy picit hosszabb az effekt, mint a klipjeink. Ez nem jelent gondot, hiszen a klipek ismételhetőek, tehát szépen föl lehet rakosgatni a klip darabokat új fent a vágósávra, rövidre sikerültek a képek. Miután az összeset felrakosgattuk, meghosszabbítottuk a klipeket, a következő lépés szintén nagyon egyszerű, lezároljuk azokat a csatornákat, amire nincs szükség, gyakorlatilag egy darab csatornának, egy darab sávnak szabad élőnek lenni, az, ami ki fog nagyítani. A nagyítás nagyon egyszerű, megjelöljük, hogy meddig szeretnénk, melyik pillanatig szeretnénk a teljes képet megkapni. Hát én ide random rábögtem, itt csináltam egy vágást, biztos, ami biztos, ott meg legyen jelölve ez a szituáció, és az adott képet kinagyítom. A kinagyítás nagyon egyszerű, rábökök, az összes beállítást lenullázom. Oké, nézzük meg, hogy történt-e valami érdekesség, bizony elindult ez egy kinagyítási folyamatban, és kinagyítódott. Szerintem egészen kellemes mozgás, lehetne ezen egy kicsit szabályozni, tehát lehetne ezt egy kicsit változtatni, hogy így mozogjon, sarokból jöjjön ki, de én úgy gondolom, hogy ez számomra teljesen meg fog felelni. A lényeget úgy is láttátok. Mi a következő lépés? Gyakorlatilag mit látunk itt? Mit látunk jelen pillanatban? Megvan a keret. Ez számunkra nem jó, hiszen a film, a esemény folytatásához már nem kell az a keret. Mit lehet ilyenkor csinálni? Fölé be fogok rakni egy videót, amibe természetesen ugyanez a folyamat fog lejátszódni, de keret nélkül. Az eredeti videót egy felettes, fölötte lévő sávra berakok, azaz hozzáadok egy tracket, egy videósávot, és az eredeti videót megkeresem, és ide behelyezem. Beraktam a videót, lehet látni, hogy bizony itt, oppá, nem jó, ide kattintok,
a kinagyított videóval, itt pedig nem ennek kellene lenni, elmegyünk oda, ahol a vágás megtörtént, tehát a teljes kép, csinálunk egy vágást, és az eredeti videót levágjuk. Azaz, nézzük meg, a kinagyítás megy, keret van, keret nincs, mert a következő felettes sávval lévő, fölötte lévő sávval lévő került oda. Ezért érdemes eltenni minden olyan picike kis videót, amihez te hozzányúlsz, illetve hát ezt természetesen előre átgondolni, hogy mire van nekünk szükségünk. Mivel hogy ez egy videó, és elméletileg a felső videó az hosszabban tart, én úgy gondolom, hogy az alatta lévő sávokra már nincs szükség, tehát ezekre a darabokra. Itt csinálunk egy vágást, egy shift enddel a végére léptetünk és leblankoljuk. Egy kicsit rendezgettem a végét, gyakorlatilag nézzük is meg a bevezető részt ennek. Ops, itt probléma van. Hát ez az NCIS-nek a képe, a mintakép. Hát nyilván most mi nem fogjuk törölgetni ezt a sávot, hanem deaktiválom. Nézzük is meg, hogyan működik. Működik-e egyáltalán? Szépen jönnek a dolgok. Egyetlen egy hibát látok jelen pillanatban, ő, mármint ez az emberke, akit integet az űrből, a hölgy, az bizony felül van, legfelül van, és nem a megfelelő helyen, azaz először is visszamegyünk a helyére, oké? Visszamegyünk a helyére, ahol mindent lehet látni, ezt szeretnénk ez alá betenni, igaz? A mikroszkópos alá szeretnénk betenni, gyakorlatilag az mit jelent? A mikroszkópos sávot fölé kell bemozgatni, és ezt meg fogjuk tenni. Akkor föl, egy föl, még egy föl, és már is alá került. És már is alatta van a megfelelő videónak, ennyi. Véleményem szerint ez egy könnyen elkészíthető effektus, persze így magyarázattal meg első körben nem olyan egyszerű, de hogyha az ember ráérez, hogy beúsztat pár képet, egyet kinagyít, annak a sorrendjét, tehát a Z-faktort, ahogy én hívom, egymás utániságát, egymás fölöttiségét megtanulja, mi lesz fölül, mi lesz alul, mi mikor, hogyan mozog, melyik pontba, melyik keyframe-nél mit fog csinálni, akkor kényelmesen el tudja készíteni ezt az effektust. Köszi szépen, hogy kitartottál velem ezen hosszú videóba, de úgy gondoltam, hogy erre ennyi időt én rá fogok szánni. Köszi szépen, sziasztok!